Szintén egy olyan jelöltről van szó, akit önöknek kevésbé kell bemutatni, dr. Baja Ferenc. Talán azt kevesebben tudják, hogy népművelő diplomája van, és hogyha jól emlékszem, akkor film esztétikából doktorát, tehát ezért doktor. Ettől a szakmától azért eltávolodott a Feri, és átevezett a politika, a közélet, illetőleg az informatika, az infokommunikáció területére a párton belüli sokféle funkcióját, múltbeli tevékenységét hadd ne soroljam, hiszen az nagyon hosszú időt venne igénybe. Az MSZP alapító tagja, az országos elnökségnek tagja volt többször különböző funkciókban, pártigazgató volt, válaszmányi elnök volt a baloldal önkormányzatok megalapításában, részt vett a Táncsics Miáj Alapítványunk kuratóriumának is az elnöke volt hosszú időn keresztül. Tehát tulajdonképpen az MSZP történelme az összefügg és összeforr az ő tevékenységével és munkásságában. Jelenleg a szocialista platformnak az elnöke az MSZP-n belül, és